És tényleg, láss csodát. Ja, és hát persze kellett hozzá a Gergő, aki nem pakolta rám, meg gondolom te sem azt ír el. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor a férfiak szerepe, hogy még véletlenül se érezze azt a nő, hogy ez az ő hibája. Mert nagyon sok nőnél rengeteg levelet kaptam. Nem is gondoltam volna egyébként, hogy amikor ezt így a nyilvánosságra hoztuk és kiderült, akkor nagyon sok olyan levelet kaptam, hogy ezt hogy tudtam feldolgozni. És nem értettem, hogy miért kérdezik ezt. Nyilván nehéz, de hát természetesen előre nézünk. És nagyon sok olyan párkapcsolat van is akkor derült ki, amikor a nőt okolják, hibáztatják, felelőst keresünk, miattad, mert a te szervezetedben nem volt valami a helyén, velem minden oké, vagy esetleg ott hagyta a párja emiatt. Tehát, hogy nagyon sok ilyen van, és hát ez nyilván nehezíti a helyzetet, nehezíti azt, hogy esetleg a későbbiekben újra meg tud-e majd fogadni. Nincs meg az a légkör. Egy pillanatig nem bántott, vagy hárított, vagy keresett felelőst a Gergő. Benne egyébként mélyebb nyomot hagyott, mint bennem. Azt mondta, hogy az, hogy nem vagyok magamnál, és fázom, és látja, hogy nagyon rosszul vagyok, az őt halálra rémisztette. És mondta, hogy benne él még a mai napig ez a kép, ahogy ő rám nyit a fürdőszobában, és ott fekszem. Ez borzalom. Az volt a szerencsétek, hogy tudtátok, hogy mi a helyzet. Igen. És mentetek be a kórházba. Én az isteni gondviselésben abszolút hiszek. Én is.